Na szevasztok, srácok! Üdvözöllek titeket újra a Gothic világában, amit sajnos még mindig nem sikerült FPS probléma mentesítenem, úgyhogy lehet, hogy így is fogjuk végigjátszani, hogy a táborokban lesz egy-két probléma. Úgy nézem, hogy nincs semmi a ládában. Nagyon minimálisat javított rajta talán az, amit feltelepítettem, de ez annyira elenyésző, hogy észre se veszem. Ugye sok helyen azt írják, hogy úgy a legjobb futtatni a játékot, ha rá van telepítve egy DirectX 11 mod, de ez kell egy olyan túl, amitől a játék nekem folyamatosan kiakadt, és szerintem most is kiakadna, úgyhogy én ezt kihagyom inkább. Inkább akkor egy picikét akad, aztán két... Mit akarsz hey, már meg én? New here? I haven't seen you before. I'll join you for a while, if you don't mind. I'm sure you'll need a friend. Na most annyit tudni kell Madról, hogy ő egy idegesítő alak. Mindenhová követ, fegyvere nincs, vagy van valami az oldalán? Ez, jó, valami van ott, de gyakorlatilag ő nem csinál semmit, csak követ és magyaráz 5 percenként, hogy idegesítse a játékost, úgyhogy én elzavarom. You're not in a good mood today, are you? I better come with you. Aha. Tell me, where are we going? Or is it supposed to be a surprise? I like surprises. Én meg a te meglepetéseidet nem igazán csípem, takaradjál. Körbe-körbe fut most a tetőn, jó van, el lesz magába. Na szóval, ott tartottunk, hogy indultunk volna a mocsári táborba. Viszont előbb mutatok egy-két dolgot. Ja igen, lehet, hogy már észrevettétek, de a karakter most már az egykezes fegyvereket egy kézben tartja, és gyorsabban tudja őket kezelni, kicsit jobb lett a ritmus érzéke is. Bár még mindig nem az igazi, de így sokkal jobb. Majd még gyúrunk rajta. Ezt majd megmutatom. Valamint a fegyverünk is más, mert kovácsolt fegyver van nálam jelenleg. Azt hiszem Bal Parvest akartam különben összeszedni, hogy menjünk tovább. Valamint... azt nézem különben, hogy most javult az FPS? Nem javult. Itt-ott jobb, de rengeteg helyen még mindig lelassul a játék. Úgyhogy ez a programocska, ez nem oldotta meg a dolgot. De majd valamit kitalálok, hogy meg legyen oldva. Ha nem sikerül, akkor így visszük végig a játékot, hogy táboron kívül lesz csak jó az FPS. Viszont a fejlesztések után annyi XP-t meg pénzt azért tettem félre, hogy gyorsan ki tudjunk ide szaladni Draxhez, és megtanulni egy-két dolgot a vadászatról. Mégpedig mindent, amit tud. Átadjon nekünk. Gyorsan ezt meg is tesszük, és utána mentek egyet. Aztán lehet, hogy bent a táborban mutatok valamit. Tudsz más mondani vadászatról? A lot, but it'll cost you more than a beer. If you know how, you can take the creature's teeth, claws and skin. It's hard to get them, but they are valuable. At least every merchant will trade those things with you. Akkor lássuk csak. Ha jól számoltam, mindenre elég lesz, főleg a pénz meg a tapaszpont. What do I have to observe while skinning reptiles? The only reptiles suited for this purpose are lurkers and swamp sharks. If you slit the skin at the sides, it'll peel off by itself. From now on, you should be able to skin reptiles. Jól mondod végül is, akkor tanuljunk tovább. Show me how to take off the claws. Actually, it's quite simple if you know what to do. Bend the claws forward, never backwards. And you mustn't pull them out either. Claws can be taken, especially from lizards. From now on, you'll know which creature's claws to take. És tovább? How can I skin these creatures? It's very important to skin them from the back to the front. Once you get the hang of it, it'll be easy.
furs are very valuable. The furs of wolves and shadow beasts can be used to make clothes. When you examine the fur of a killed animal, you'll soon notice if it can be used or not. És akkor az utolsót is. How do I get the teeth? The most important thing is to make sure the teeth don't splinter. To avoid that, put your knife near the center of the tooth and lever it out carefully. You can take the teeth of wolves, shadow beasts, and snappers. Na, és meg is volnánk az összes megtanulni valóval, most már mindent ki tudunk szedni az állatokból, ami pénzt jelent számunkra. Ugye mutatom, hogy mennyi maradt ennek fejében. Ha jól számoltam, olyan 157, én 200 körül értékre számoltam, de se baj. Ugyanis, hogyha most nekiállunk vadászgatni, vagy a mostani küldetés, ami következni fog, sikerül, mert itt most más fog helyettünk gyilkolni, mi viszont kiszedjük az állatoknak, a legyilkolt vadaknak a dolgait. Ha ebből sokat összeszedünk, és úgy jövünk vissza, és ezt mind eladjuk, ebből rengeteg ércet tudunk nyerni. Én, ha jól emlékszem, az első ilyen vadászatból, hogy sokat mászkáltam ide-oda, ugye szintfejlődést azt kell csinálni, és ezt nem videóban fogom sajnos minden esetben, úgyhogy nem biztos, hogy meg tudom mutatni, de az a lényeg, hogy ki lehet szedni az állatoknak a dolgait, és sokban eladjátok, és az legtöbb esetben leginkább olyan, nem akarok nagyot mondani, 1000, de 1500 ércet is összetudtok hozni egy körrel két tábor között. Feltéve van annyi vad, mert ugye fejezetenként termelődnek csak újra, én úgy vettem észre. Oké, mit tudsz nekem tanítani? Maradék pontot el szeretném osztani. Yes, I can teach you to improve your dexterity or your strength. Jó, erőre adunk, és azt hiszem már csak egy van, ugye? I can't teach you. Így van, jól emlékeztem. Your strength, come back. Köszönöm szépen, hogy segítettél. Take care. Megint csak. Na most, elindulok szépen megkeresni Bal Parvest, csak szerintem kicsit FPS dropposabb úton megyek, mégpedig azért, mert a felső részt azt ki szeretném kerülni, ugyanis ott van az ellenségem, aki múltkor megtámadott. Remélem, hogy nem ő az. Jó van, ő csak egy bányász. Igazából Bloodwintől nem kell félnünk, hogyha megjelenik, mert ő csak megkérdezi, hogy miért is nem fizetünk, de támadni nem támad. A csatlósai azok, akik veszélyesebbek. Na lássuk csak. Ha Bal Parvest itt lent van az FPS droppos zónában, akkor gyorsan letudom és indulhatunk a kapu felé. Itt is van. Na akkor én itt ejtek egy mentést. Így né. És akkor Bal Parvest-zel mindjárt egy kis párbeszédbe legyedünk, amint meg itt a kajáját levesít. The sleeper be with you, stranger. I'm here to guide you onto the right path. És melyik a jó út? And which is the right path? The path of the sleeper. He alone has the power to set us free. The gurus are preparing a great invocation in our camp. They want to get in contact with the sleeper. So far, he's just talked to us in visions, but now it's time to get in touch with him. We'll need as many supporters as possible for that. By focusing our spiritual power, we'll get through to him. Hmm. Our camp is some distance away in the swamp. I can take you there though if you want. Na, hogy akarom, arra akartam amúgy is menni, úgyhogy akkor vigyél szépen a táborotokba. Take me to your camp. I want to have a look at it. Very good. I'll go ahead. Follow me. Jó, és ez annyiból lesz nekünk amúgy jó, hogy ő előre megy. Na, gyerünk már, menj előre.
hogy minden egyes szörnyeteget lecsapkod helyettünk, a tapaszpontot mi kapjuk meg, illetve mi vesszük el az állatokból származó javakat. Ő neki nem lényeges az ilyen, úgy vettem észre, úgyhogy ennyiből bőven jó nekünk. Hey, you! I don't think I've seen you here before. No wonder, I've only just got here. Then watch out. The outside world is pretty dangerous. You're only safe inside a camp. Na ja, olyan nagy biztonságban vagyok tőletek, hogy csak na. Ti árnyak aztán tudjátok, hogy hogy kell pénzt beszedni a kicsikből. Annyi, hogy most nincs ugye rengeteg pénzünk, így bár pár veszt egy kicsit megpróbálom előre engedni, hadd csapkodja meg azt a gyíkot. Adj neki! 80 tapasztalat. Csak abból, hogy itt mászkálok, ő pedig intézi a többit. És cserébe még a bőrüket is le tudom nyúzni ezeknek. Oké, most farkas jön. Ez többi irányból is jó, ugye? Adj neki, ez az! Hamarosan majd el fogjuk tudni mi is intézni ezeket, de ahhoz még kell egy kicsit fejlődni. Tényleg most mennyire lett nagyobb a izé? Erő 26. Jó, fog ez még fejlődni. Igazából 55-ig szeretném csak feltolni. A harmadik fejezetre kapunk egy olyan fegyvert, ami majdnem hogy OP. Hello. Hello. Rád figyel? Mi van, Parvez? Jó, ebbe én is segíthetek. Azt hiszem legalábbis. Mert képes lesz és bebugol. Úgyhogy... Ó, név nélküli mentés. Jaj, de jó, dupla kattintott az egerem. Na, mi van? Pont ettől féltem. Oké, melyik is volt az? Ez itt. Az a baj, hogy néha a játék képes arra, hogy fogja is bebugol. Remélhetőleg most... Ah, nagyon jó. Akkor nem kell csinálnom semmit. Hello. Kezd el akkor csapkodni őket, ne szórakozz úgy, mint az előbb. Én meg majd szedem belőlük a cuccokat, mint ahogy megbeszéltük. De annyira megbeszéltük volna, ugyebár. Nem menj még sehova. Ez nem jó. Túl közel jött hozzám. Hál' az égnek kisegít. Jó, a másik kettőből is szépen kiszedem, ami benne van. Ezeket a rovarokat egyedül ezért utálom, mert nagyon durván meg tudnak támadni. Oké, fejlődünk, 5400. Igazából nem vagyok biztos benne, hogy ebben a részben meg lesznek azok a szintek, amiket akarok. De most jönnek a keményebb lények majd. Csak úgy átszalad cafán, jó van. Van ott még egy darázs, amit betámadtak a madarak. Adj nekik! Te úgyis szinte halhatatlan vagy. Fúj! Segíthetsz? Oké, adja másiknak is. Egyelőre még nagyon úgy vagyok ezekkel a darazsakkal és vérszívókkal, hogy gyűlölöm őket. Tiszta szívemből. De hiába igyekszel ennyire, haver. Mindent összeszedek, ami az utamba kerül. Érdekes, különben videón kívül mindig minden jobban sikerül, mint itt. Na?
Ezek megtámadnak minket, hogy Parvez leverje őket? Nem. Akkor menjünk tovább. Kár, jól jött volna még némi tapasztalat. Ezek meg aztán bőven adnak. Hogy mondtam, nyersanyagot is, meg tapasztalatpontot is bőven adnak. Ezt meghagyom neked. Mit csinálsz? Adj már neki egy pofont. Különben jó nézni a műsort. Sokkal jobb, mint hogyha én támadnék. Az a helyzet, hogy valószínűleg visszafelé lesz egy kis gondom. Főleg, hogy erre az okosra támaszkodtam így lefele. Van az útban bármilyen élő lény, ami megtámadhat? Úgy nézem, hogy nincs, akkor menjünk. Jó, ezek a gombák majd később jól jönnek nekem. A Seraphis... nem veled akartam beszélni. Ezt akartam felszedni. Na, menjünk tovább. Többit ráérek. Itt lent, ha jól emlékszem, disznópatkányok vannak, amiket könnyen el tudok visszafelé is intézni. Here we are. Down there lies the camp of the Brotherhood. Go through the gate and speak to my brothers. I'm sure you haven't come here for nothing. Ask for Kor Kalam. He's in charge of the novices and tutors. I'll go back to the old camp. There are still many infidels who need to be guided to the right path. Good luck. Milyen jó, nem, hogy ennyire hitetlennek tartja a régi tábor lakóit, meg az összes többiét nagyjából. Okay, egyelőre úgy vagyok ezzel, hogy bemegyünk szépen ide. Greetings, stranger. You're treading on holy ground. This is the Brotherhood of the Sleeper. What brings you here? Mondjuk azt, hogy csatlakozni akarom. I want to join you. Then, be welcome. The Brotherhood of the Sleeper has a place for everybody who wants to be led by the spirit of the Sleeper. If you're really serious, you should try to get Baal Namib's attention. He's standing in the courtyard just behind the gate. But you may not speak to him. Wait until he addresses you. Okay, páncélt hiába kérünk sajnos, mert rohadt drágán adják. Van egy ingyen páncél amúgy is. Kösz, hogy nekilöktél a falnak. Az új táborban van egy ingyen páncél, amiért el is mehettem volna akár. Na, Lester. Who are you? I'm Lester. I take care of the strangers who arrive here. You're lucky that you didn't talk to Baal Namib. No stranger is allowed to talk to the gurus. Kivéve ha mágus. De ezt majd meglátjátok. Oké, tagja akarok lenni a testvériségnek. I want to become a member of the Brotherhood. Kor Kalam decides whether you're ready to join the Brotherhood. But he relies on the advice of other gurus. Baal Namib over there is one of them. First, you'll have to prove that you're worthy, and then one of the gurus will send you to Kor Kalam. Rendben van, akkor... Hogy dolgozzak, ha egyik guru se beszél velem? How's that supposed to work if none of the gurus will talk to me? It might not look like it. But the gurus observe everything you do here in the camp. If they think that you deserve to become a member of the community, they'll talk to you. You're bound to have opportunities in the camp to prove that you're worthy. Mint hogy látjátok, egyik táborhoz sem egyszerű csatlakozni. Na viszont én... Hogy tudok tájékozódni a táborban? How can I find my way around here in the camp? I can show you the most important places. Oké. Legyen úgy. Mutasd az utat, és félrehívom valahová, mondjuk... az alkimista laborhoz, ahol kortkálom van igazából. To the alchemy lab. Follow me! Na, menjünk, Lester.
Szépen elmegyünk oda, amit megbeszéltünk. Kicsit lecsökken az FPS is. Hello! Hova mentél? Megbolondult az AI. Na és most megyünk tovább. Egy kicsit hülye csak. Nem baj, mindjárt megoldódik, amint más helyre kerülünk. Itt viszont kell még beszélnem valakivel. Emlékeim szerint. Mégpedig... ő vele. Na. Jelenjen már meg a neved. Melvin. Hi, you aren't from this camp, are you? Well now, I am. I left the old camp a week ago. Told my pal Dusty to come along, but he wanted to wait. Ismerem Dusty. I know Dusty. I talked to him for a short time. If you meet him again, tell him that he was dumb to stay there. It's 10 times better than getting harassed by the guards in the old camp. I'll tell him if I see him again. Azt hiszem, ezt a küldetést most mondjuk még nehezebben tudjuk megcsinálni, mert nincs pénzünk, de semmi probléma. Veled is beszélek, majd. Csak előbb menjünk tovább Lester barátunkkal. Kicsit nagyobb FPS-ek zónájába. Mindig ott lassul le egyébként a játék, mint mondtam, ahol sok a karakter. Sok olyan karakter van. Akik, na, ezt nem így kell megfogalmazni, hanem sok karakter van egy helyen. Tehát ez majdnem, hogy retro, mert én például a Metin 2-t így játszottam, amikor beértem mondjuk az egyik zónába, ahol a sok játékos ott ácsorgott, ott bizony nagyon lement az FPS szám, körülbelül ennyire. Imádkoztam, hogy minél előbb tudjak elhúzni arról a helyről. If you climb up this ladder, you'll meet Kalom, the alchemist. Down here is Fortuno, the weed merchant. I'll wait for you right here, but don't take too long, otherwise I'll go back. Okay, rendben van, de most én azt akarom tőled, Lester, hogy... How can I get your master to talk to me? You have to know what he wants to hear. And that is? Listen, when we're with him the next time, you'll address me, and we'll have a little talk. Baal Namib is worried, because many of the novices don't only pray to the sleeper, but also to their former gods. You'll tell me that you've renounced the old gods, and that, in future, you'll pray only to the sleeper. Yep. Then I'll ask you why you made this decision, and you'll say that you had a vision in which the sleeper summoned you. He'll be interested then. Do you think you'll manage that? No problem. Kicsit furán közel álltatok egymáshoz, de a lényeget értette mindenki. Akkor most visszamegyünk szépen a bejárathoz, vissza a főkapuhoz. Az a baj, hogy ilyenkor Lester nagyon lassan sétál vissza, de semmi probléma, hadd jöjjön az ő saját kis tempójában. Addig én visszasétálok és beszélek a másik kollégával. Nem annyira messze. Talán még borzalmasabb az FPS, mint a másik táborban, pedig úgy emlékeztem, hogy itt jobb. Felvételen kívül különben nincs ennyi probléma vele, de ez van. Találok megoldást, találok, ha nem, nem. Esetleg, ha ti tudtok, nyugodtan írjátok meg. Én csak annyit találtam, hogy mivel a játék DX8 módban fut, így nagyon sokszor csinálja ezt a lelassulást. Na, viszont itt megvárjuk a kollégát, addig pedig megsütöm a szerzett húsokat. Azt legalább magasabb képkocka másodperccel tudom tenni. Néz ki, elég sok mennyiség összegyűlt megint.
Mindjárt kiderül, hogy pontosan mennyi lesz a vége, hogyha abba hagyta a sütögetést a karakter. Ez tényleg megint rengeteg. Ami nem rossz különben, mert minél több van, annál több a medikit. Na, most fogyott el, jó van. Oké, hadd lássam. 111, nem rossz. Lehetne több, de nem rossz. Hol vagy, Lester? Gyere már! Előbb végeztem a dolgokkal, mint hogy te visszaértél. Ah, it's good to see you again! How have you been doing? I have renounced the old gods. Really? What made you do that? I had a vision. The sleeper talked to me. What did he say? He said, "Go to the camp in the swamp and join the Brotherhood." You're a very rich man, stranger. The sleeper doesn't reward many people like that. Nem érgelődj, öcsém. The sleeper has chosen you. Do you really want to join us? Yes, I wish to follow the sleeper. Go to Kor Kalom. Tell him I sent you because you are a true supporter of the faith. Na. Igazából mielőtt félreértenétek, nem akarok csatlakozni a mocsári táborhoz, szimplán csak a plusz tapasztalatpontok miatt csinálom. Azokat úgy se lehet elveszteni, hogyha elrontjátok ezt a fajta küldetést. Úgyhogy a bónusz mindig jó. Viszont... Ó, várjál! Itt van egy fickó, akitől meg lehet kérdezni, hogy melyik mester mire reagál és hogyan reagál? Yoru. What are you doing here? I'm teaching the words of the sleeper to the novices. I'm still a novice myself, but soon I'll be a Baal, one of the gurus. I've even spoken to Iberian. He's the chosen one. He told me that if I work hard, I can soon be a master myself. But I'm still putting that off. There's no rush, you understand? I can still become a master anytime. No, nagyon is értelek. At the moment, I'm quite happy about my current task. Na, akkor egy kérdés. I'd like to join your camp. Can you help me? You want to join us? That's good. Just wait. Yes, I think I can help you. I'm not a guru yet, but I have some influence in the Brotherhood. You'd have to do me a favor. Have you seen Fortuno yet? No. Fortuno az igazából ott volt, ahol legutóbb császkáltunk. If you give it to me, then we're in business. I'll think about it. Ezen most azért gondolkodom igazából, mert elvileg ő is tud segíteni, de viszont a napi adag, amit elkérhetünk, az is tud segíteni abban, hogy csatlakozni tudjunk ide. Ugyanis az egyik mesternek azt kell odaadnunk ahhoz, hogy elaludjon, ezt így elmondom. Kicsit bedrogoztatjuk a mestert, befüvesztetjük. Úgyis minden nap szívják a mocsári füvet ezek. Másképp nem tudnak beszélni az idézőjeles istenükkel. Egyébként tényleg van egy lény, akit istenként tisztelnek, de nem lövöm le róla a poént, hogy come closer. Mi van vele. Every newcomer to this place receives a gift of welcome. Igen, mit van? What have you got for me? Here, take 3 rolls of swamp weed. It's Northern Dark. Good stuff. You can have more of it every day, but if you want more than your daily ration, well, you need to pay. If you find berries and herbs on the paths between the camps, you can bring them to me. I'll buy them off you. Jó, akkor vedd is meg, mert vásárolni akarok egy pluszt, hogy itt a közeli mestert meg tudjam győzni. Or do you want to sell something? Nézem csak. Északi sötétség, ez 15-öt ér. Szerintem ez bőven megvan. Kell valami, ami 15-öt ér. Ja, így meg is van.
Nem vagy te drága komám. Viszont a többit ezt ugyanúgy eladom neked. Cserébe az érceidért. Nézd, nem csak. Fogakat mondjuk nem feltétlen kéne neki. Bár igazából tök mindegy, úgyis... Ó, nem, ez hülyeség. Ez már most így hülyeség. Na. A napi adagot úgyis oda kell adnunk a fickónak, viszont... 143 van nálunk. 15 tőle már ott van. Akkor... 100... Ö... 115-re jön ki, ez így. Akkor nem akarom átvágni magunkat. 30... 41, 2, 3... Mindjárt meg is van. Lényeg... Elfogadva. Köszi mindent. 285 és 100... Talán 100 érc kell ahhoz, hogy el tudjuk hozni a barátunkat a régi táborból, ezért intézkedtem így. Majd megtudjátok, hogy miért, de előbb egy kicsit intézkedek itt a mocsári táborban, hogy némi tapaszponthoz jussak. Egyébként nem csak ezért kell itt intézkedni, hanem azért, mert később a csatlakozásnál is fontos, hogy mennyi karaktert ismerünk. Na, ő az egyik Bál, akivel tárgyalnunk kell. Baltájon. Menjek közelebb, mert különben nem beszélsz velem. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy mit lehet csinálni vele. Mert igazából még úgy néz ki, hogy meg kell beszélni ezt a dolgot a kollégával, aki ott volt kint. Hiszen pont ez az a rövid út, ami hozzá vezet. Így van. És erre fogok visszajönni, és mert a templomnál kell ténykedni először. Jövök már. Jorú, légy szíves, segíts egy kicsit. Odaadok neked az adagomból 3-at. I have swampweed on me. You can have it. Good. You must have noticed that none of the gurus wants to talk to you. You can change that by impressing them. I can tell you how to do that. Jó, akkor hogyan hathatok a gurukra? How can I impress the gurus? Balcadar instructs the novices in the magic of the sleeper. If you want his attention, use magic. But don't give him the fist of wind. Send one of his audience to sleep or something like that. Balnamib is over there at the main gate. He's one of the toughest guys. I think Lester might be able to help you with him. Speak to him as soon as his master is away. The other gurus are basically quite okay. Just try to make yourself useful. Thanks for the advice. Hey, a deal's a deal. Jó, mivel az üzlet, köszönöm szépen a segítségedet. Sajnos az alvó mágiáját azt... Tudjátok, mit megkérdem, hát ha rosszul emlékszem, és ez itt... Meg kell még kérdezni. How do I get the magic of the sleeper? Balcadar sells runes and spell scrolls. That's no use to you if he doesn't talk to you, right? Maybe another guru can help you. Tudom igazából, hogy lehet ezt megoldani. De először füvesztessük be az egyik mesterüket. Csak hogy lássátok, hogy milyen csodálatosan tud alukálni. Na itt egy kis FPS csökkenés. Nem tudom, hogy van-e annyira vészes, mint a másik táborban, de jó van. Nézzük csak. Hi, I'm new here. Nem, akkor nem tudom befüvesztetni, pedig ez volt a tervem. Everything all right, pal?
Oké. Akkor le vagy tojva. Még foglalkozom veled később, jó. Csináljuk a többit igazából, ha ez így nem jön össze. Kár volt megvennem azt az egy füvet, lehet, hogy vissza is adom majd. Itt van egyébként valahol a fickó, akit el kell majd intéznünk egy bizonyos dolog miatt. De az először el kell mennünk oda, ahol dolgunk lesz vele. Annyira sok XP nem jön ki innen, mert elrontok valamit, akkor így jártam. De remélhetőleg ez nem fog bekövetkezni. Szépen elmegyek erre felé, ugye? Nem, mert ez a mocsárba vezet ki. Egyébként mindig úgy voltam ezzel a táborral, hogy itt abszolút eltévedek. Bár itt is lehet mozogni. Egy olyan helyet kell keresnünk, ahol köpülik keményen a füvet. És ez lehet, hogy itt lesz a zöld sátornak a környékén. Amit még ugye innen el kell csorni, mielőtt lelépnék. Hello. Azt hiszem, ő lesz az, akivel beszélni kell. Kicsit állj meg, haver. Hadd tudjam megtárgyalni veled ezt a dolgot. Volim. Hello. Hi, how's it going? I'm dead on my feet, man. I've been working for 2 days without a single break. Harlock should have taken over ages ago. It's always the same with that guy. He's probably lying in his hut, fast asleep. Why don't you just go there and give him a right kick in the butt? Can't leave here while Balorin is in charge. The work has to be done either way. But you could go there for me. He's staying right under Cor Kalom's alchemy lab at Fortuno's. Tell him to get his butt over here. Okay, megmondom neki, amint odaértem. Tudom is, hogy hol van, csak ki kell jutnom innét. Várja. Fel tudok mászni, akkor itt lerövidítem az utat. Vagy legalábbis megpróbálom lerövidíteni. Hello! Úgy. Siker. Ez szép volt, és hol volt mentve legutóbb? Bakker gyerekek, ez kivágásra fog kerülni mindjárt.